2021. június 11-én és 12-én került megrendezésre, a 9. Final 24, amelynek ebben az évben is a Dunaharaszti Városi Sportcsarnok adott otthont. A küzdelmekben a DMTK egyetlen csapata sem volt érintett, mégis rendkívül nagyszámú közönség előtt került megrendezésre a kétnapos kézilabda maraton. Pénteken a Pest megyei első osztály női, valamint férfi bronzmérkőzéseit láthatták a nézők, majd szombaton a megyei első és másodosztályok döntőire került sor. De kanyarodjunk vissza bronzcsatákhoz. Elsőként a Dunavarsányi és a Százhalombattai hölgyek csaptak össze 16 órától. Izgalmakban már itt sem volt hiány, hiszen a félidőben még 16-12-re a Százhalombattaiak vezettek. De a Dunavarsányi csapat összekapta magát, és végül 4 gólos fölénnyel 30-26-ra győztek. A pénteki második meccsen a Csömör és a Solymár férfi csapatai találkoztak. Az összesen 39 gólt hozó találkozó a félidőben 9-9-es döntetlenre állt. Ám végül a Solymária körülhettek, a végeredmény 21-18. Ez volt a pénteki program, szombatra pedig maradtak a döntők. A Pest megyei kézilabda szövetség igyekezett ünnepi hangulatot varázsolni a sportcsarnokba, hiszen az előző szezon nemhogy döntő nélkül ért véget, teltházas sporteseményre nem volt példa az utóbbi bő egy évben. A rendezvény logóján olvasható, a viszontlátás örömére szlogen is azt fejezi ki, hogy ez a hétvége több volt, mint egy sportesemény. Mérkőzések előtt és közben helyi, illetve vendégtáncosok mutatták be koreográfiáikat. A megye 2-es döntőkben a hölgyeknél a Moira Budaörs második csapata 23-18-as győzelmet aratott a gyári BKS-e ellen. A férfiaknál pedig a Váci Férfi Kézilabdázásért Alapítvány csapata szerezte meg a bajnoki címet, miután 37-13-ra állva hagyták a Tápió Szelegárdáját. A hétvége zárásaként a megye 1-es döntőkre került sor. Előbb a nők részéről láthattunk egy sima mérkőzést, amelyen a Göd második csapata a Mogyoród Gárdájára mért megsemmisítő 33-16-os vereséget. A hétvége mérkőzései másokból is különlegesek voltak. A Pest megyei kézilabda szövetség szívesen áll nemes célú kezdeményezések mellé. Ez bizonyította a Final 24 alkalmával meghirdetett akció is, amely az Észak-Amerikai Jégkorongliga, azaz az NHL berkein belül nagy sikerű plüssfigura gyűjtés. A szokás szerint az adott mérkőzés első gólját követően a nézők a pályára dobják az általuk jótékonysági célra felajánlott plüssjátékokat. Ezen a hétvégén a Dunaharaszti Család és Gyermekjóléti Szolgálat javára rendezték meg a gyűjtést, amely mind a férfi, mind a női döntők alatt kedves és hangulatos színfoltja volt a sportrendezvénynek. Az első osztályú férfi döntő előtt a Pest megyei Kézilabda Szövetség és a Helendre alpolgármester köszöntötte a helyi orvosokat, orvosasszisztenseket, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. A szövetség által Kulcsár Ferenc, a DMTK elnöke is elismerésben részesült. A mérkőzésen a hölgyekéhez hasonlóan nem sokáig maradt kérdéses a győztes kiléte. A Bugyi már a fél időre kialakította a megnyugtató 6 gólos előnyt a Gyömrő ellen, és ezt sikerült is megtartani. A végeredmény 25-19 lett, majd következtek az éremátadások és az ünneplés.